Sziasztok! A mai videóval egy nagyon izgalmas sorozatot kezdek itt a csatornámon, ez pedig nem más, mint a Rúgtánc ABC. A nevéből azt gondolom, hogy egyértelmű, végig fogunk menni az ABC betűin, és minden betűhöz fogok választani egy elemet, aminek a neve azzal a betűvel kezdődik. Kezdjük is a sort az A betűvel, és a mozdulat, amit választottam hozzá, az az airwalk. Vágjunk is bele! Mozdulathoz forgórudat fogunk használni, és kettő dologra kell majd nagyon odafigyelni. Az egyik az az, hogy szép, lassú és kényelmes lépéseket teszünk a levegőbe. A tanítványaim gyakran azt rontják el, hogy nagyon gyors a séta, és ettől nem lesz annyira szép és elegáns a mozdulat. A másik fontos dolog pedig az lesz, hogy csípőből nem kell magasra emelni a lábat, nem biciklivel vagyunk, hanem gyalog vagyunk, inkább térdből jön majd a mozdulat, és kevésbé csípőből. A kartartásunknak kettő variációja van, mind a kettő tök jól működik. Az egyik az, hogy a belül lévő kéz van fönn magasan nyújtva, és a külső kezünk van lent. A másik variációban, ha belül lévő kéz van alul, itt lehet tartani egy alkartámasztást, és a külső kéz van fönt. Tehát a két kartartás közül mind a kettő szuper, mind a kettő tökéletesen működik, és emellett, ami még fontos, hogy érdemes a forgást egy közepesebb, nagyobb lendülettel elindítani, mert kell a nagyobb lendület ahhoz, hogy szépen eltartson, elhúzzon minket a rúdtól, és ne ragadjunk rá a rúdra, mert nagyon lassan forgunk. És akkor, ahogy fölmásztunk forgásból, kiválasztjuk azt a kartartást, amelyiket szeretnénk használni, onnan a mászókulcsból kiengedjük magunkat, kiengedjük a lábakat a levegőbe, itt meg lehet tartani egy picit a mozdulatot zárt lábakkal, nyújtott térdel, és akkor abból tért hajlítással indul majd a séta, pici lépések, és térdből jön a mozdulat, nem sietünk, nem biciklizünk. Ami még segíthet abban, hogy szépen el tudjátok sajátítani ezt a mozdulatot, az az, hogyha csak a lábmunkát megpróbáljátok gyakorolni lent a talajon, ezt meg tudjuk csinálni egy gyertyában, mutatom is, hogy hogyan. Tehát hanyatfekvésből fölgördülünk gyertyába, és itt próbáljuk meg a sétát a levegőben megcsinálni, és hogyha megfigyelitek, akkor a mozdulat lassan térdből indul, és nyújtva húzom vissza. Közben a másik láb elindul hajlítva, és a mozdulat térdből jön, picit a csípőből. Tehát ahogy viszem vissza nyújtva a másikat, már hajlítom, és hajlít, nyújt és hajlít, és csak szép lassan. Nem ez kell nekünk, hanem térdből lassan, elegánsan. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok. Hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha nem szeretnétek lemaradni a Rúgtánc ABC következő részéről sem. Jó edzést kívánok nektek, találkozunk legközelebb, sziasztok!